Ezekben a hetekben a továbbtanulás foglalkoztatja az általános iskolások 8. osztályos diákjait. A közel 100 végzős maglódi diák többsége gimnáziumba, illetve szakgimnáziumba jelentkezett. Az iskolában a 8. évfolyamon 5 osztály van, ez 97 tanulót jelent, annak a 48% a gimnáziumba szeretne tovább tanulni, a 46% a szakgimnáziumot jelölt meg első helyen, és 6%-uk a szakközépiskolát részesítette első helyen. Kik döntik el, hogy a 14 éves gyermek merre folytatja az életét tovább? Ez egy nagy felelősség. A gyerek önmaga el tudja dönteni, vagy a szülő és a pedagógus, az osztályfőnök is kell hozzá? Én azt gondolom, hogy elsősorban a család dönt, de nyilván nagyon sok esetben kikérik az osztályfőnökök, illetve szaktanárok véleményét is, és azt hiszem, hogy a családon belül több családnál is úgy vettük észre, hogy a gyermekek akarata, illetve az, hogy hova vágynak, az nagyon fontos szerepet játszik ebben. Az ön által felsorolt adatok szerint a többsége gimnáziumban egy értelmiségi pályára készül, elég kevés gyermek indul szakmunkásnak, vagy csak én látom-e így, nem tudom. Ez így van, a legtöbb ugye 6% a szakközépiskolai továbbképzés jelölt meg, viszont ugye a szakgimnáziumok is adnak már szakmát, tehát azért is az is 46%-uk első helyen jelölte, úgyhogy ők is már valamilyen szakirányultság felé nézelődtek. A televíziónk által megkérdezett Dóra és Ivett is határozott elképzelésekkel rendelkezik a továbbtanulást illetően. Terveid szerint merre folytatod tovább a tanulmányaidat? A Szent Lászlóba szeretném, mert igazság szerint oda jártak ugye a szüleim is, meg én is nagyon régóta szeretnék oda menni. Már sok éve tervezzük, hogy oda sikeresen bejussak, és hát szerintem meg is van hozzá az esélyem, jól tanulok, és a felvételem is jól sikerült, és hát reményem szerint bejuthatok. Mik a kedvenc tantárgyaid? Nagyon szeretem a biológiát, és inkább a történelmet. Kiszámoltad-e már, hogy mennyi idő alatt lehet odaérni, hazaérni? Fél óra, 3-4 óra körülbelül, de igazából hamar be lehet jutni szerintem, hogyha nincs olyan nagy forgalom, bár reggelente azért elég húzós, de fél óra maximum. Hová szeretnél tovább tanulni? A Lövej Klárába és a Corvinba szeretnék menni. Miért pont azt az iskolát választottad? A Lövej Klárát azért választottam, mert véleményem szerint ott eléggé erős a történelemképzés és a magyar nyelv, meg ugye az idegen nyelvi oktatást is szeretném továbbfejleszteni, és számomra fontos ugye, hogy a történelemmel is úgymond barátságban legyek, mert hogy nekem fontos a történelem, meg szeretem is a történelmet. Akkor meg se kérdezem, hogy mi a kedvenc tantárgyam. Hát a történelem, az angol, az irodalom, meg hát szerintem mennyi, meg a rajz. A szüleid is oda jártak? A szüleim nem, az anyukám Erdélybe járt iskolába, apukám meg vidéken.